Csökkenő áfa, jelentősen bővülhet a baromfi termékek iránti kereslet a jövő évtől. Modernkori betegségek, évről évre nő a depressziós, valamint a szenvedély és a szorongó betegek száma. Szórakoztatva tájékoztatnak, elsősorban az új információkért hallgatnak rádiót az emberek, a második helyen a szórakoztatás áll. Jelentősen bővülhet a baromfi termékek iránti kereslet a jövő évtől. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A jövő évi költségvetésben már a baromfi termékek áfájának csökkentésével számol a kormány, vagyis a sertéshús után a szárnyasokra kivetett általános forgalmi adó mértéke is 5%-ra csökken. Jól fogy a sertéshús ebben a nyíregyházi hentes üzletben. A januári áfacsökkentés hirtelen keresletbővülést hozott, de a hentes üzlet vezetője azt mondta, az emberek érezhetően jobban szeretik a csirkét, ezért a kezdeti fellendülés után mostanra már alig fogy több sertés, mint a korábbi években. Január 1-ével csökkent a sertéshús áfája 27%-ról 5%-ra, ezáltal az első hónapban lényegesen megnőtt a sertéshús iránti kereslet, ez a csirkehús rovására ment, azonban egy jó rövid időn belül, tehát egy jó hónapon belül ez valamennyire kompenzálódott. Még jelen pillanatban is a sertéshús iránti kereslet a tavalyi évhez viszonyítva egy minimálissal, tehát januárhoz képest minimálissal, de élénkebb. A legnagyobb kelet-magyarországi baromfi feldolgozó cégcsoport ügyvezetője azt mondta, az ő forgalmukon is érezhető volt a sertéstermékek évelei áfa csökkentése. A kereslet azonban mára visszatért a korábbi évek szintjére. A jövő évre tervezett áfa csökkentéstől azonban jelentős bővülést vár a cégcsoport. Egy komoly forgalmi fellendülést várunk. Az igazság az, hogy számolni mindenki tud, a fogyasztó is, a kereskedő is. Ez azt jelenti, hogy 1/5 évvel fog csökkenni a boltokban a baromfi húsok ára, és ezt a fogyasztó biztos vagyok benne, hogy forgalom növekedéssel, magyarul többletvásárlással fogja honorálni. 2017. január 1-től 5%-ra csökkenhet a baromfi termékek mellett a tej, valamint a tojás áfája is. Évről évre nő a depressziós, valamint a szenvedély és a szorongó betegek száma. Csak a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban évente 7-8 ezer fekvőbeteget látnak el. A pszichiátriai intézmény idén 120 éves. Ma tudományos üléssel emlékeztek az évfordulóra. A levelet festi zöldre, és utána pedig a csigát pedig arra a színre. Művészetterápiás foglalkozáson gyógyulnak a betegek a Sánta Kálmán szakkórházban Nagykállóban. A hét mindennapján agyagoznak, az alkotás érzése jót tesz a beteg lelkének, és a foglalkozások rendszerességet visznek életükbe. Jönnek reggel, és akkor tudják, hogy munkaidő, eddig vagyunk, megint jövünk, mikor jövünk megint. Tehát őnekik egy ilyen munkaidő dolog ez. Úgyhogy ezért jó a kerámia műhely, mert nagyon sokféle betegségre, nagyon sokféle problémára megoldást nyújt, és nagyon élvezik. A pszichiátriai ellátás összetett, a gyógyszeres terápiák mellett a pszichológiai és a szociális segítségnyújtásra is törekszik. A betegek gyógyulásában a család támogató szerepe pedig nélkülözhetetlen. A kórházban sok a depressziós beteg, a szorongók, a szenvedélybetegek száma és a tartós munkahelyi stressz okozta betegségek előfordulása is növekszik. Nagyon sok munkahelyen lényegesen nagyobb követelményeket támasztanak már a dolgozók felé, mint korábban. Nagyon sok a kihívás, mindenkinek fejlődni kell, újat megtanulni, új rendszereket. Ezt nem biztos, hogy mindenki nagyon könnyen tudja venni. A modern kor betegségei mellett a klasszikus betegségek, mint az öregkori demencia, a skizofrénia is gyakran előfordulnak. A Nagykállói intézmény idén 120 éves. A múlt század közepéből való korrajzokat mutatja Bánki M. Csaba professzor, aki 42 évet dolgozott itt. Nagyon modern munka folyt régen, mert ha megnézzük ugyanabból a korból, például a lipót, már nincs szegény, ugyanilyen kórajz gyűjteményét, abban olyan diagnózisok is vannak, amik itt már. A professzor szerint a pszichiátria fejlődésének köszönhetően ma már korai stádiumban gyógyítják a betegeket, nem úgy, mint 50-60 évvel ezelőtt. 100 betegből 98 nem akart jönni. Erővel hozták, sokszor összekötözve, összebilincselve,
családtagok, rendőrök, nagy kíséret, betegek rukkapáltak, tiltakoztak, sikoltoztak. Hol van ma már ilyen? Hála Istennek. Hát ez az elmúlt 40, valójában körülbelül 60 év a pszichiátria történetében, amióta egyáltalán hatékony eszközeink vannak. Értem ez alatt a gyógyszereket, értem ez alatt a modern pszichoterápiát is. A Nagykállói Kórház az ország egyik legforgalmasabb pszichiátriája, évente 7-8 ezer fekvő beteget lát el. Az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének nevezte a május elején parlament elé kerülő jövő évi tervezetet nyíregyházi sajtótájékoztatóján Minnai Győző, fideszes országgyűlési képviselő. A politikus elmondta, a kormány a 2017-es költségvetés tervezetében 3,1%-os GDP növekedéssel számol, a sertéshús áfájának csökkentése után pedig újabb termékek adóját mérséklik. A baromfihús, a tej és a tojás áfáját is csökkenti 5%-ra, emellett az éttermi szolgáltatásokét 27%-ról 18%-ra, és az internet szolgáltatási díját is 27%-ról 18%-ra, ami azt jelenti, hogy ez meg fog jelenni az embereknél. Több mint 100 helyi rádió működik jelenleg Magyarországon. Ezek a hazai lakosság 40-50%-át minden nap elérik. Erről is szó volt a Helyi Rádiók Országos Egyesületének nyíregyházi ülésén. Kutatások szerint elsősorban az új információkért hallgatnak rádiót az emberek, a második helyen a szórakoztatás áll. Ennek a nyíregyházi székhelyű rádiónak a stábja ma látványstúdióból szórakoztatta a hallgatókat a belvárosból. 10 éve vannak jelen a megyeszékhely és a térség életében. A legnagyobb slágerek a 80-as évektől napjainkig. Szép napot kívánunk élőben a Kossuth térről. Ahhoz, hogy egy helyi rádió maradéktalanul ki tudja szolgálni a hallgatók igényeit, legalább 15 fős stábra van szüksége. A munka tapasztalat nagy előny. Nagyjából 15 éve, mert én se tudom. Régen, nagyon régóta rádiózom. Igazából nekünk, ami a legfontosabb, az három pillére épül egy helyi kereskedelmi rádiónál, a zenére, az információra és a szórakoztatásra. A rádiózás korának végét már sokszor megjósolták, ám létjogosultsága ma már megkérdőjelezhetetlen. Ezt bizonyítja az is, hogy a gazdasági válságot a legtöbben átvészelték, sőt, az utóbbi egy-másfél évben növelni tudták reklámbevételeiket. Amennyiben pedig megvan a működéshez szükséges forrás, elengedhetetlen a minőségi tartalomszolgáltatás. A szakmai tartalomnak óriási jelentősége van. Ezek a rádiók napi szinten a Magyarország lakosságának 40-50%-át minden nap elérik. Ez egy nagyon komoly szám. A más média típusok komoly versenyben lehetnek velünk. És hát természetesen mindezt úgy tesszük, hogy szórakoztatunk, informálunk, és az embereknek a nap nagy többségét legalábbis egy ilyen nagyon kellemes szórakoztató, de nem csak háttérrádiósával egészítjük és tesszük színesebbé. Ma Magyarországon több mint 100 helyi rádió van, ezek fele tagja a Helyi Rádiók Országos Egyesületének. Az idén 20 éves szakmai érdekképviselet Nyíregyházán ülésezett. Fő témájuk a hírek voltak, mivel ma minden kutatás szerint elsősorban az új információkért hallgatnak rádiót az emberek. Az emberek többsége leginkább az információ miatt hallgat rádiót, és általában csak második helyre kerül a szórakozás iránti szükséglet, de ez a kettő alapvetően dominál, és tulajdonképpen innen jön aztán az, amit infotainmentnek is szoktak mondani, tehát a helyi rádiók elsősorban szórakoztatva próbálnak tájékoztatni, és van egy nagyon markáns karakter, ami ehhez még hozzájárul, az, hogy helyben teszik ezt, tehát helyi információkkal próbálják meg ezt megtenni. Az elnök szerint fontos, hogy versenyhelyzet alakuljon ki a helyi rádiók között. Ezért előnyös, ha a megyeszékhelyeken két kereskedelmi rádió is működik. Többet azonban a magyar médiapiac már nehezen tartana el. A gazdaságokban már folynak a tavaszi munkálatok, így az utakon is egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatnak a közlekedők. Az autósoknak jobban kell figyelniük a balesetveszélyes helyzetekre, a traktoroknak pedig fel kell készülniük a közúti forgalomra, többek között a megfelelő gumik kiválasztásával. Ez a traktor éppen egy tehenészetből szállítja a trágyát egy közeli tározóba. A gép vegyesen közlekedik aszfaltúton, betonmunkaterületen és földúton is. Ha a feladat úgy kívánja, a földekre is ezzel a gumival hajtanak le. Az előírások szerint az abroncsok, valamint a gép szerkezetének védelme érdekében a különböző munkaterületeken és a különböző feladatokhoz is más nyomásra kell állítani a gumiabroncsokat.
Az egyik legnagyobb probléma nem csak a mezőgazdaságban, minden egyes gumiabroncsnál, hogy senki nem figyeli a légnyomást. Ezért nagyon fontos, hogy már felszereléskor jó légnyomás kerüljön bele. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a gumiszerelők, az általános gumiszerelők erre nem figyelnek, oda visznek egy gumit, szerelik, mire fújjuk, fújjuk erre. Senki nem tudja igazából a pontos nyomást. Igazából a gyártó tudja a legjobban, hiszen ő tervezte az abroncsot, illetve a traktor, illetve a gépgyártók tudnák ezt a legjobban megmondani. Ők viszont nem tudják, hogy milyen munkaeszközt csatolnak mögé, milyen terhelést kap még a gumi hátulról. A probléma az, hogy majdnem minden egyes munkafázisra kellene külön nyomást beállítani a traktorokon. Magyarországon a mezőgazdasági gépek legfeljebb 40 km/h közlekedhetnek az utakon. Ennél a sebességnél az abroncsok felmelegszenek, és ha alacsony a nyomás, túl is melegedhetnek. Azonban a földeken az alacsony guminyomás a munkavégzés hatékonyságát segíti elő. Az alacsony nyomásnak köszönhetően a gumiabroncsok képesek arra, hogy spóroljanak üzemanyagfogyasztás tekintetében, illetve egy sokkal rugalmasabb oldalfal miatt gyakorlatilag komfortosabb futást tesz lehetővé. A szakértő hozzátette, az alacsonyabb nyomásnak köszönhetően a gumik nagyobb felületen érintkeznek a talajjal, a munkavégzés gyorsabb és a traktor kevésbé tömöríti maga alatt a talajt, ami magasabb terméshozamot eredményez. Az összefogás és az együttműködés tehet egy hazai vállalkozást versenyképessé a multikkal szemben. Erről is beszélt Pekó László, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke ma egy nyíregyházi vevő találkozón. A rendezvényt a Nyírpapír Kft. Szervezte a cég 20 éves fennállásának alkalmából. Jelenleg több mint 10 főt foglalkoztatnak, a vállalkozás irodaszereket és vegyi árukat forgalmaz a megyében. A találkozón erről, valamint az ágazat fejlődéséről szóltak, továbbá termékbemutatókkal készültek. Az érdeklődők száma megközelítette a 100-at. 20 éves a cégünk, ez az apropó ennek a rendezvénynek, a vevők és a szállítók találkozásának a színtere lesz ez. A szállítóink a vegyi áru háztartási papír és irodaszer területéről jöttek, és itt a vevőinknek szeretnék megmutatni ezeket a termékeket közelről, kipróbálhatják, és egy ilyen kötetlen nap keretében ismerkedhetnek ezekkel a termékekkel. Akár 40 másodperc alatt felrohan 9 emelet magasra egy tűzoltó. Hamarosan erről is szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Rangadót játszik szombaton a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B keleti csoportjának harmadik helyén álló KKC a Kispest NKK-t fogadja. A nyírbátori Éltes Mátyás általános iskola két csapata is bejutott a kecskeméti országos zsinórlabda fináléba. Akár 40 másodperc alatt felrohan 9 emelet magasra egy tűzoltó, derült ki a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság lépcsőfutó versenyén. A megyei megmérettetésen 193 lépcsőfokot tettek meg a versenyzők. Futóversenyen mérték összetudásukat a katasztrófavédelem szakemberei. Idén már 14. alkalommal szerveztek megyei lépcsőfutóversenyt a nyíregyházi Bánki Donát műszaki szakközépiskolában, hagyományosan idén is áprilisban. 5. alkalommal veszek részt ezen a versenyen. Fontosnak tartom, tehát a megmérettetés, a fizikai állóképességnek a úgymond ellenőrzése, és ugye a mindennapokban az éles helyzetekben ugyanígy ilyen erővel és intenzitással futunk fel a középmagas és magas épületekbe, hogy tűz esetén meg tudjuk akadályozni a tűz továbbterjedését. 193 lépcsőfokon szaladtak fel a versenyzők, a legjobb eredmény csapatkategóriában 40 másodperc körüli idő volt, egyéni kategóriában az átlag 40-45 másodperc. A gyorsaságot nehezítette, hogy közel 30 kg-os felszereléssel tették meg a távot a hivatásos és önkéntes tűzoltók. Nem teljes felszereléssel hajtják végre, közel teljessel, így lehet mondani inkább. Nyilván a tűzoltó védőfelszereléseket magukon kell viselni. Csupán a kámzsa és az úgynevezett mászőv, a derékan elhelyezett mászővet nem kérjük számon tőlük. Ugyanakkor rajtuk van az a légzőkészülék, amely acélból készült és meglehetősen komoly súlyt képvisel. Összességében elérheti a 30 kilót is így a két dolog összessége. Idén körülbelül 60 versenyző futott, több önkéntes csapat, valamint hivatásos tűzoltók is részt vettek a megmérettetésen. A lépcsőfutásra két csapat Romániából érkezett.
A RoboCup junior világverseny hazai selejtezőjét tartották ma a Nyíregyházi Egyetemen. Az ország számos városából összesen 22 csapat érkezett, akik 4 versenyszámban mérték össze tudásukat. A győztes csapat nyáron Lipcsében képviseli majd hazánkat. Én vagyok Anna, a robotlány, köszöntöm a közönséget és a versenyzőket a 10. Magyar Ifjúsági Robot Kupa alkalmával. Üdvözlő és fotizó robotok is voltak ma a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézményben szervezték meg a Magyar Ifjúsági Robotkupát. A csapatoknak nagy volt a tét, ugyanis a hazai minősítő verseny győztese képviselheti majd hazánkat a nyári világbajnokságon. A RoboCup junior világverseny 1997-ben indult el, hazai selejtezőjét 2007-ben szervezték meg először. A világverseny célja nem csak a győzelem, a csapatok nemzetközi szinten is megosztják egymással a tudásukat. Itt már volt, aki azt mondta, hogy tudós képzés folyik, mert ugye a matematikai képességük is, matematikai tudásuk is fejlődik, mert azért megnézzük a YouTube-on, hogy mi van, meg a különleges megoldásokat fel kell tenni. Ennek a RoboCup Juniornak egy különleges feladata, sőt felhívás jön felénk mindig, minden évben, hogy meg kell osztani az eddig szerzett tudásunkat. Tehát amit a robotépítésről szereztek, sőt most az idén bevezették, hogy kötelező munkanaplót vezetni. A diákoknak fontos a matematika és fizika tudás, valamint a nyelvismeret is. Egy kezdőnek körülbelül fél év kell az első robot megépítésére és programozására. A versenyen az ország különböző részeiről összesen 22 csapat indult. Menekítő vonalkövető és labirintus ligák, robotfutballmeccsek, robotszínház és virtuális menekítő robot kategóriákban versengtek a fiatalok. Rangadót játszik szombaton a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B keleti csoportjának 3. helyén álló KKC a Kispest NKK-t fogadja. Rácz Sándor együttese győzelme esetén pontszámban beéri a feljutó helyen álló fővárosiakat. Ahogy fogynak a mérkőzések, úgy nő a nyomás a kisvárdai női kézilabdázókon. Az újoncként a biztos bennmaradás megcélzó együttes nagyszerű teljesítményének és 11 veretlenül megvívott mérkőzésnek köszönhetően már a 2. helyen állt a tabellán, amikor hazai pályán 29-28-as vereséget szenvedett a Szeged KKS-től. Legutóbb a másik szegedi csapat a sportiskolások ellen idegenben az utolsó 10 percben nyújtott játékának köszönhetően nyert 28-23-ra Rácz Sándor együttese. Kezdjük az elsővel, az egy terrorisztikus mérkőzés volt. Nagyon jó meccs volt, külső szemlélőként azt hiszem, hogy mindenki élvezte, de rosszkor fújták le a meccset. Ennek a bal csapatnak a émelygésébe készültünk a másik Szeged meccsre, amely okozott már meglepetést nem is egyet a bajnokságban, például megvertezte a tavaly még NB1-es Nagy Szegedet. 50 percig üldöztük ezt a csapatot, szó szerint hátulról, utolérni nem tudtuk, frissebbek voltak, mi ólomlábakon jártunk, nem tudtunk faltot kierőszakolni rajtuk, és utána következett be ez az 50. perc, amikor 6-1-re megnyertük a hátsó hátralévő időszakot, és így alakult ki az 5 gólos győzelem. A tabella élén a 38 pontos egri Eszterházi KFSC áll, megelőzve a 35 pontos Kispestet és a 33 pontos Kisvárdát, amely szombaton a 2. helyezett csapatot fogadja. Jó erőkből áll, gyors kézilabdát játszanak, roppant kellemetlenek, amíg el nem fáradnak. Hát 3 gólos minusszal állunk a meccsnek, ha véletlenül 4-gyel megnyernénk, akkor ezt a csapatot úgymond azonos pontszám esetén mögöttünk tudnánk. A kisvárdai KC Kispest NKK mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A nyírbátori Eltes Mátyás általános iskola 2 csapata is bejutott a kecskeméti országos fináléba, a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége által rendezett zsinórlabda regionális döntőből. Nyíregyházán 5 megye képviseletében 11 csapat mérte összetudását.
A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége több mint másfél évtizede szervez különböző sportversenyeket a speciális intézmények tanulói számára. Közel 10 000 fiatal vesz részt a diákolimpiai rendszerű vagy szabadidős rendezvényeken. A szövetség országos versenyigazgatója szerint mind a testnevelők, mind a diákok részéről nagy az igény ezekre a versenyekre. Ahogy látni lehet, egy-egy regionális versenyre is több sportágban nagyon szívesen elkísérik a gyerekeket, és a gyerekek is nagyon lelkesek, azt hiszem, hogy sokat tesz hozzá az életükhöz az, hogy sportolnak, szervezett keretekben sportolnak, és eredményeket tudnak elérni, nagyon örülnek a sikernek, és még az épeknél is csalódottabbak tudnak lenni egy-egy vereség kapcsán. A regionális döntőben 4 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei együttes mellett Hajdú, Borsod, Békés és Szolnok megyéből érkezett csapatok léptek pályára a gyerekek által a labdarúgás után leginkább kedvelt sportágban. Nagyon szeretik, mondanom sem kell, hiszen ez, aki ért a sporthoz, tudja, hogy a röplabdának az előversenye, és a mi gyerekeink ezt tudják, hiszen az értelmi képességeiknek megfelelő, nagyon szeretnek, amellett hogy csapatsportág, ki lehet hozni az egyéni teljesítményeket, főleg azoknak játszani, akik tudják, hogy hova kell az ellenfélnek átdobni a hálón keresztül a labdát, és így minél több pontot szerezni a csapatának. A regionális döntőből továbbjutott csapatok a kecskeméti országos fináléban képviselik majd iskolájuk színeit. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Jelentősen bővülhet a baromfi termékek iránti kereslet a jövőben. A 2017-es költségvetésben már a baromfi termékek áfájának csökkentésével számol a kormány, vagyis a sertéshús után a szárnyasokra kivetett általános forgalmi adó mértéke is 5%-ra csökken. Évről évre nő a depressziós, valamint a szenvedély és a szorongó betegek száma. Csak a Nagykálló és Sánta Kálmán szakkórházban évente 7-8 ezer fekvő beteget látnak el. A pszichiátriai intézmény idén 120 éves, ma a tudományos üléssel emlékeztek az évfordulóra. Több mint 100 helyi rádió működik jelenleg Magyarországon, ezek a hazai lakosság 40-50%-át minden nap elérik. Erről is szó volt a Helyi Rádiók Országos Egyesületének nyíregyházi ülésén. Kutatások szerint elsősorban az új információkért hallgatnak rádiót az emberek, a második helyen a szórakoztatás áll. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 15-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat láthatják. További és korábbi hírekért böngészék honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton napos, de szeles időre számíthatunk. Erősödő délnyugati áramlással egyre melegebb száraz léghullámok érkeznek fölénk, ezért sok napsütés várható és erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel megnövekszik a fátyol felhőzet, időnként vastagabb felhők is lesznek, de csapadék nem valószínű, a déli szél időnként megélénkül, reggel általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben az időnként megnövekvő felhőzet mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a délnyugati szél megélénkül, időnként meg is erősödik, délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás várható térségünkben. Vasárnap is sok lesz a napsütés, kicsit még tovább erősödik a nappali felmelegedés, majd hétfőn átmeneti felhősödéssel, záporokkal hidegfront vonul át felettünk. A jövő hét további napjaiban átlagos hőmérsékletű, változóan felhős idő várható számottevő csapadék nélkül.